ismerős dallamok és egy ismerős táv, mert a harmadik félidő csapata, mondjuk hiányos összeállításban, hiszen Matyi családozik, Rita pedig nyaral, egy olyan kis nyári összejövetelt szervezett, úgyhogy a mai blog nézői ebbe pillanthatnak majd bele. Ez meleg itt. Volt így nyáron egy ilyen kis szélre. Bognár Gyulinak van egy hatalmas sztoria Kosta Jánosról, aminek az a lényege, az az eleje, mert a végén mindjárt elmondja, hogy Kosta János be akarta bizonyítani, hogy nem volt mindig ilyen sötét típus, hanem éppen ellenkezőleg szőkének született, amilyen hajóban elég hihetetlen, és aztán jön a folytatás. Kis gyerek képet, aminek szőke köndör gyerek volt. És azt mondta, hogy ez ő. Állam, ne hülyéskedjél. Elmentem, két edzés között kinagyítattuk, és egy nagy fekete bajusz pisztollal rárajzottam, és főnyomtam a helyére az öltözőbe. És előbb jött mindenki, és ültünk az öltözőbe. Én természetesen nem a helyemen, köszönjük szépen, nem a helyemen, hanem az ajtó kijáratnál foglaltam helyet. Bejött a Kosta, nagy csönd volt, mi az a csönd, tudod, bejött. És meglátta a helyén a pisztoll, a nagy bajusszal a kis szőke gyereket. Fognál a anyára! Én már künteltem ki az ajtón, kergetett a pályát! A következő volt, jött le a pszmarvászkóról, mik a fő szempontok a választásnál? Hogy kacsa legyen. És mi ne legyen benne? Ne legyen benne ilyen lekvár, mert az olyan, komolyan mondom neked, ezt nem szerettem ezeket a... Ilyen, mondják, hogy szarvas ilyen lekvárral, olyan áfonyával, ezért kamamberát. Lássuk, hogy a harmadik félidő itt megjelent szakértői szerint, mely két csapat játsza majd az EB döntőjét. Sanyi itt van mellettünk. De te is portugált mondasz, Sándor? Sanyi, ki játsza az EB döntőt? Én nem értek hozzá, én nem tudok ehhez hozzászólni. Ezt mondjuk tudjuk, de... Hát akkor ebben egy pici segítséget várja meg, nem baj. Samson, ki játsza az EB döntőt? Portugália Németországgal. Sanyi? Mondom, hogy én nem értek hozzá, ismételt elmondom. Hát akkor egy amatőr vélemény. Ha annyira helyeseltél, akkor old meg, egyedül. Nem nyilatkozok a BBC-nek. BBC-nek. Na végre! Gyuri, melyik két csapat játsz az EB döntőn? Spanyolország, Németország. Okay, német győz. Spanyolország, Németország, és egyértelműen Spanyolország győz. Megjött egy hatalmas velős csont. Gondolod, hogy befújtam adásba a nyilasit, vagy a befújtásomat rá? Erre mondhatnánk, hogy kivelőzzük a Sai Viktor szereplését. Nem ő tehetett róla, nem, hanem vigyeltem a vonalbírók, nem? Nem tudom, melyik egyetemnek a ilyen mértanszakos dékánya. Nem, az rendesen megrajzolt az egészet, és azt mondta, hogy a VAD 2 nem láthatta bent a labdát. Rosszul helyezte. Akkor érezzed, jó? Akkor érezzed. Nem ennyi egyetemre. Ott van az oszlop. Nézd meg, hogy így most nézek. Így. Ha ennyit csinálok, akkor látom az ajtókeretet. Ha ennyit csinálok, emerül látom az ajtókeretet. Ezt vetíts ki 9 méterre, ennyi múlik a labda helyzet. Hát igen, csak azért volt odállítva, hogy lássam. Mindenki röhögött rajta, amikor mondtam, hogy az volt a baj, hogy balra hajolt. És ha balra hajolt, akkor még jobban úgy látja, hogy még éri a vonalat. Mert senki nem oktatta ki őket, hogy kívülről kell megnézni a kapufán, kívülről kell mindig benézni a hálómögé, és akkor látod a valós helyzetet. Tehát ennyi múltónak. Viszont hozzá a répához! Emberi szem. Először mindig a mozgást érzékeli, ami mozog. Utána de én adtam fel neki, jó? És utána annak a helyzetét. Köszönöm a segítséget. Az agyban így jelenik meg a kép. Ezt az SMS-t olvasd el. Az emberi szem érzékelési sorrendje. Mozgás, szín, forma. Ez fiziológiai tény. Ha a labda, a sportszár, a kapufa színe ugyanaz, a szem, a forma, az, hogy valami az egyik tájú másikhoz képest nem tudja már érzékelni. Ki ez a P? Egy barátom. Hogy tőle nem látja. Hát én magamtól ugyanezt mondtam. Ha? Hát szám szóval. Egy kocsmai beszélgetés alkalmával. Ilyen apró dolgok vagyok.